Erdély és Párcium határán, a Szamos és a Lápos folyók közti Lapályon találjuk az egykori Szatmárvár megye keleti magyar nyelvszigetét, Magyarberkeszt. A falu a 17. századtól az önálló közigazgatású kővárvidékhez tartozott. Századokon át lakói adták az őrséget kővárnak, melynek romjait a Lápos fölötti hegyekben találjuk. 1705-ben a zsibói csata után maga Rákóczi Ferenc is megpihent a várban. Az idők árjai elsodorták a magyar többséget, de Magyarberkesz néhány környező magyar faluval együtt állja még a vártát, a román települések közé ékelődve. Kiemelkedő értéke a mai református temploma. Petőfi maga sem gondolta volna, hogy ennyi időt tölt majd Szatmárban, ám 1846. szeptember 8-án a Nagykárolyi megyebálon megtalálta őt a szerelem. Ezután már nem nagyon akarta se az eredeti úticél Erdély, sem haza Pest felé venni az irányt. Inkább felfedezte magának Szatmárt. Így vetődött el 1846. november 6-án Kővár romjaihoz is. Legtöbb költeményét ekkor Júliának szentelte, de több hazafias ódája is született. Ilyen a Véres napokról álmodom című jövőbelátó verse is, amely a várlátogatást követően Magyarberkeszen született. Véres napokról álmodom, mik a virágot romba döntik, s az óvilágnak romjain az új világot megteremtik. Csak szólna már a harcok harsányt rombitája, a csatajelt zajongó lelkem alig várja. Örömmel vágom én magam föl paripámra a nyerekbe, a bajnokok sorába én Szilai jó kedvel nyargalok be. Ha megvagdalják mellemet, fog lenni, aki bekötözze, fog lenni, aki sebemet csók balzsammal forrasztja össze. Ha rabbá tesznek, lesz, aki homályos börtönömbe jő el, s föl fogja az deríteni fényes hajnal csillag szemével. Ha meghalok a vérpadon vagy csatatéren, lesz, aki majd holttestemről könnyűivel lemossa vér.